Maradunk a színháznál, vagyis kettőnél. Vendégem a Páholy Lakás Színház produkciós vezetője és a Zeneteátrum művészeti vezetője Vég Veronika. Szia, köszöntelek itt nálunk. 30 bemutatóval készültök most az évadra. Milyen műfajokra fogtok majd ezen belül is koncentrálni? Tehát nyitottunk most több előadástípus felé, mert annyira a közönségünk annyira szerteágazó, és olyan sok minden iránt érdeklődnek, hogy ugye így kénytelenek voltunk, de nagy örömmel. Tehát idén beindítjuk a könyvszínháza sorozatunkat, mert befogadjuk az írókat, költőket is, a személyes felolvasó esteket, vagy ami nagyon izgalmas, a kortárs darab, könyvekből született darabokat, vagy most nagyon divatosak a különböző levelezések. És ugye ezzel is kezdünk, most Trill Zsoltot és Balsai Mónit várjuk szeptember 16-án, és ők Porcelán és Mésző Miklós levelezéséből csináltak egy nagyon izgalmas feldolgozást, úgyhogy velük kezdünk. Mellette szeptember 16-án, hogy igen, tudják a nézők is. És mellette pedig nagyon nagy az igény a minőségi szórakoztató darabokra. És Magyarországon létrejött egy színház, DEC Színház néven, Budapesten, ahol stand-uposok, olyan nagyon izgalmas karakterszínészek, meg egy bizonyos színésztípus egy másik oldaláról ismerhetjük meg, tehát nem is gondolnánk, látjuk őket komolyan szerepekre, hogy milyen humoruk van, és ők kortárs drámaírók műveit állítják színpadra. Nagyon nagy siker volt a Férfiak szexuális világa, tehát már szerintem a címben benne van, 2 óra alatt elfogytak rá a jegyek, ugye ezzel kezdtük, utána jött a Firdő szaknév sor, amikor a szolgáltató szektort mutatták be egy olyan szempontból, hát egy másfél órán keresztül végig kacagtuk az előadást. Tehát egy az egyik néző... Rekeszizmot és arcizmot megpróbáló másfél óra. Fel kell rá készülni. Az egyik néző fel is kiáltott, hogy így nem bírok már röhögni, fáj a szám. Tehát, és nekik van egy sorozatuk, úgyhogy őket is meghívtuk. Sokszor utalsz vissza a nézőkre, a közönségre, és hát a lakás a nevetekben az egy olyan kis intimebb közegre is utal. Ennek megfelelően mennyire hagytok teret, mennyire engeditek magatokat befolyásolni a közönség által, akkor, amikor ugye a különböző műfajokban és előadásokban gondolkoztok? Hát abszolút figyelembe veszük őket, mert sokszor a nézők ajánlanak, vagy hallottak róla, és akkor, hogy nem hoznánk, nem hívnánk el-e. Vagy pedig láttak valamit Pesten, és akkor ajánlják nekünk. Úgyhogy mi nekünk, meg ugye az elsődleges a néző, ők a mindenünk. Tehát néző nélkül nincs színház, és ugye az elsődleges szempont, hogy az ő igényeiket szolgáljuk ki. De persze azért tehát hogy így a Páholy Lakás Színház szellemével, meg ugye a mi elképzeléseinkkel is egy nagyon, nagyon klassz műsor struktúra alakult ki, de ugyanúgy akkor a rendezők is szoktak minket keresni, vagy már színészek, színházak, hogy hallottak róla, és akkor ők is szeretnének így jönni hozzánk, úgyhogy ez egy ilyen nagyon klassz dolog. Azért az eléggé jellemző rátok szerintem, hogy nagyon sok a húzó név, tehát hogy azért az országosan is ismert színészeknek a vendégszereplései nálatok, ez mennyire tudatos? Hú, hát ez így valahogy magától jött. Magától? Igen, mert hogy a legelső ilyen úgymond húzónév a Hegedűs D. Géza volt, de ő tanárunk volt a színművészetén, és ugye Géza mondta, hogy van neki a Pestis című darabja, nálunk akkor még csak így alakult ki, és akkor mondtuk, hogy Géza, hát nálunk meg van tér, és akkor eljönnél, és akkor mondta, hogy persze, tehát így valahogy kialakult. Utána egy barátunk, Gelányi Imre Dugó, aki ugye a Hajdúszabi darabjában, az Ernelaik Farkaségban játszik, és közösen voltunk a színművészetén, tehát ő akkor mondtuk, hogy úristen Dugó, hát Debrecennek vagytok, meg játszol meg egy remek darab, gyertek el, és akkor eljöttek. Tehát, hogy valahogy így jött magától, és akkor így ajánlották egymásnak. Tehát a legszebb történet, amikor így ráocsúttam arra, hogy ez már ilyen tényleg elment országos hírűvé, hogy felhívtam a Tenki Rékát, mert ő az egyasszony lesz október 1-én, és mondtam a Rékának, hogy szia, Vég Veronika vagyok, és akkor mondta, hogy jaj, tudom, hogy ki vagy, hát a Judit meg a Pali olyan szépeket mesélt róla. És akkor így gondolkoztam, hogy ki ez a Judit meg a Pali, és rájöttem, hogy... Miközben Réka, hál' Istennek, Debrecent egyébként is nagyon szereti. De hogy Pogány Judit és Mácsai Pál. Is.
És akkor ők azok, akik meséltek rólam, úgyhogy azt mondtam, hogy hát akkor már így, és mondta, hogy nagyon szívesen, természetesen jön. Teljeség igénye nélkül akkor a következő évadban kik lesznek azok az ismertebb művészek, akik megfordulnak nálatok, illetve hát, egyáltalán konkrét darabokat, vagy én, ha már tehát tudsz én odáig mondani. Vagyok, mert hogy Mucsi. Tehát nekem ugye Serrel Péter mellett, Serrel Péter nekünk nagy szerelem, így egyből egymásra hangolódtunk, és úgy ment el a Péter, hogy mondta, hogy gyerekek, ez, amit itt csináltok, az Európa szintű. Tehát, hogy így maga az egész millió, meg ez az egész felfogás, mert ugye nálunk például a Péter nagyon szereti a csokoládét, és a nézők meg annyira nyitottak, és most például arra készülünk, hogy amikor jön minden nézőhoz ajándékba egy táblacsokit. Tehát, hogy így próbáljuk az egészet, mert a nézők feltehetnek az előadás után kérdéseket, nem mindegy, amúgy a másik nagy szerelmem, tehát én odáig vagyok színészekért, és nagyon nagy öröm, hogy őt is vendégül láthatom, ugye Serrel Péterrel együtt, akkor gyorsan mondok még neveket, mert ugye tudni, nagyon gyorsan, igen, mert ugye Szabó van Győző, Stól András, Hernádi Judit, Csákányi Eszter, akkor várjál. De igen, Lázár Kati most kritikusi díjat kapott. Hú, tehát sokan. Tehát sokan. Nem is egyébként most már össze fogom számolni, hogy körülbelül hány színész fordul meg idén így a Pogány Judit megint. De a másik szíved csücskéről is mindenképpen beszéljünk, ugye a Zeneteátrumról. Hát 18 az már éves ugye lett, 18 éves nagykorúvá vált. Itt mire fogtok készülni? Hát úgy gondoltuk, hogy most már lépünk egyet. Tehát ugye a Lovardába kezdtük 18 éve az István a királlyal, és akkor most, hogy nagykorúvá vált, akkor mi is egy ilyen nagyobb helyet választunk, és hát hogy a Főnix csarnok. Tehát hogy december 20-ára már ki is van írva a premier, a karácsonyi éneket fogjuk bemutatni zeneteátrumosan, tehát, hogy látvány, show, de viszont tartalom, mélység, 100 gyerek a színpadon. Akkor ennek talán jó előpróbája lehet, megmérettetése lehet a Judi, aminek ugye a megszervezésére, koreográfiálására titeket kértetek fel, hát ez gondolom igen, nem a kis Debreceni feladat Egyetem. Lesz majd. Igen, a színpadi koordinációjára kért fel minket, és ugye ott is benne vagyunk ugye az agyalásban, a szervezésben folyamatosan, mert hogy megújul, tehát hogy egy teljesen más UD lesz most, mint az előző két év, mert nem ez akkor, hanem frontális színpad, nézőtér lesz, 50 méter széles a színpad kifutóval, tehát valami hihetetlen gigantikus rendezvény, ez 25 ezer nézőt várunk, be lehet most menni majd tehát ugye az arénába, egy hatalmas nagy házi buli, saját videóklipje készült az egyetemnek, ezt ugye meg lehet nézni, a Animal Cannibals írta meg egyik, a Judy a tennapot. Péntek az én napom című dalukat dolgozták. És most már így, tehát hogy szerintem egész ország erről fog beszélni, hogy a Debreceni Egyetem mennyi energia és erő, tehát annyira debreceni, ezt imádom benne, hogy ez a kampuszfesztiválos feeling is benne van, tehát ez az energiaerő, ez ide is áttér, és átveszik a fiatalok, és amit visszatérsz, tehát, hogy igen, annyira nem félünk a Főnix csarnoktól most már, mert hogy a stadion után a Főnix csarnok olyan kis kellemes méretű lesz, ez nagy szerencsének éljük meg, mert ugye belelátunk egy ilyen nagy szabású rendezvénybe. Akkor lesz mire nézni nektek, Veronika. Itt lesz, az van. Év hátra lévő részében sok-sok türelmet és kitartást és jó munkát kívánok nektek. Köszönjük mindenhez. Szépen. Köszönjük, hogy itt voltál nálunk.